Trópusi barlang, így van, trópusi barlangba fogunk bemenni, és megnézzük, hogy hogy is néz ki ez a trópusi barlang, meg hogy mit is lehet ott csinálni, meg hogyan is kell a petet fejleszteni, és a többi, és a többi. Azonban olyan szomorú helyzet állt elő, hogy nincsen magic pontunk, mert a trópusi barlangban, tudod, a petedet tovább húzni 20-as szintről 40-esre, és amint húztál egy szintet, vissza kell jönnöd ide a map 1-re, és ide kell jönnöd a speciális itemfejlesztőhöz, és uh, itt tudod úgymond véglegesíteni azt, hogy felhúzd egy szintet, mert a bemész, akkor rögtön ott van egy ilyen, egy ilyen vegyes kereskedő nőhöz hasonlító személy, arra oda mész, és akkor ő kérni fog uh, azért, hogy húzza a petedet, különböző dolgokat, és itt kint tudod véglegesíteni. Ez sem alapvetően nem 100%-os eséllyel sikerül, hanem uh, ahhoz, hogy 100%-os eséllyel sikerüljön a petednek a húzása, szükséged van fejlesztő tanúsítványra, az pedig bent dobja egy boss, egy ilyen kobra. Uh, ha szerencsénk van, akkor azt is megnézzük. Na már, most akkor mondtam, hogy nekünk szükségünk van egy kis magic pontra. Két milliárd. Ez ilyen olcsó? Hát na, ne vicceljetek. Megveszem az összeset. Mágikus pontváltó. Következő. És akkor itt van trópusi Barlang belépő. Megvesszük. Vásároljuk. 950 ért Meg is vásároltuk. Már nem kell, köszönöm szépen. Meg lett így az ára. Jó. És amire még szükségünk van, vagy is érdemes venni, az ha valaki mondjuk leszállna innen a vegyes kereskedőnőről, mert nem látom. Hello. Nem. Nem tudok rákattintani a vegyire. Elnézést, így. Szükségünk van még gömbdobozra, ó, uh, basszus, véletlenül vettem egy kék potit. Vagy nem? Mindegy, veszünk egy pár gömbdobozt, ez pedig arra kell, hogy fejlődni tudjunk majd, minél jobb gömböcskével. Van kegyetlen kegyencünk, van sötét fanatikusunk, babypókunk is van, meg majmunk is van, az nem köl, meg a vadkutya se köl, úgyhogy meg vagyunk. Most már nem kérem, köszönöm szépen, evolúción nagyon rendes vagy. Nem is már nem fogadom el. Ö, és hú, de jó sokan vagyunk. Belóna is itt van, Liebherr is itt van, Bambi is itt van, Evolúción is itt van, Mensotti is itt van, Belnir is itt van. Itt uh, Roosters nagy hatalom van, csak szólok. Úgyhogy, ha megvan a belépőtök a trópusi barlangba, akkor nincs más dolgotok, mint elslatyogni ide a teleportos bácsikához, rákattintani, következő szintre, és itt van trópusi barlang, 245-ös szinttől lehet belépni, és írja is, hogy ezotéria elleni erő hatásos. Bosszok vannak bent, és metinkövek. Na már most miközben végigmegyünk az egész mapocskán, majd mutogatom, hogy hol mit találtok. Meg igazából itt majd mutatok egy térképet is, és azon be van jelölve minden, hogy KB hol találjátok a bányákat, hol vannak a metinkövek, mert azokra szükség van. Ugyanis eljöttök ide a trópusi fejlesztőhöz. Ez a trópusi fejlesztő az, aki nekünk fejleszti a petünket tovább 20-as szintről 40-ig rákattintotok, és akkor itt PVM kisállatfejlesztés. Gondolom, ha PVP-t húztak, akkor nektek kiírja azt is, hogy PVP kisállatfejlesztés, de én nem húzok, csak PVM-et, és azt írja, hogy kedves kalandor, bla bla bla, ahhoz, hogy 100%-os eséllyel sikerüljön a fejlesztés, neked szükséged van ám egy fejlesztő tanúsítványra is. Ezt a boss dobja itt bent. Elég könnyű megölni, nek nem is nagyon vadászák, úgyhogy nem lesz gond ennek a beszerzése. Mindenképpen szerezzétek be ezeket. 20 darabra lesz belőle szükségetek, meg bossz is van, ott is tudjátok uh, szedni. És amire szüksége van. Lila-narancs kék pálma magvakból, 100-100 darab, ezeket itt tudod bent bányászni, és mindig szerver uh, reszethez uh, van a mit én, a spónjuk igazítva, tehát mit tudom én, hogyha a szervert újraindítják reggel 10-kor, akkor óránként mindig egész órában lesznek lent, vagy jelennek meg a bányák, ha mit tudom én, 10 óra 30-kor indítják újra a szervert, akkor mindig óránként valamilyen óra 30-kor jelennek meg. A másik, amire szükség van, ez a sárga, kék, zöld kristálykoponyákra, ezt pedig a metin kövek dobják ide-bent, valamint mágikus varázs tekercs, ezt ugye pedig a kövekből, az ilyen random kövekből tudod kifejleszteni map egyen. Na már most akkor megyünk, hogy igen, fejleszteni, szeretném, és lehet sikeres volt a fejlesztés, elküldtem az eredményeket a speciális itemfejlesztőnek, tehát ezt mondtam, hogy nekem ezért tűnt el az összes magic pontom, mert nem az volt, hogy itt akkor már le is fejlesztette, gratulálunk, hanem még menjék ki, a speciális itemfejlesztőnél kért ki az eredményt azzal a fejlesztő tanúsítványjal, anélkül is tudod, de akkor nem lesz százszerzelékos a siker, és akkor gyere vissza, és akkor csináld meg igazából 20-szor, úgyhogy nagyon-nagyon felemészti amúgy ez a map, a, a Magic Pont készletedet, úgyhogy gyűjtögetni kell rá, mert hát 950 az azért nem kevés, nem kevés. Úgyhogy rámegyünk, hogy rendben, és ezt majd megmutatom kint később, hogy hogy néz ki. De tulajdonképpen már el is magyaráztam. Lényeg, rámentek a speciális itemfejlesztőre, és akkor ott lesz egy olyan, hogy PVM kisállatfejlesztés 100%-os eséllyel, és rámentek, és már sikerült is, utána nyomtok egy karicserét, és kész. És, és akkor menjünk be, és nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a, ez a map. Sajnos nagy térkép az nincs róla, viszont kis térképet, megtalál, vagyis a nagy térképet megtaláljátok a Discord szerveremen. Az itt vagy TikTokon van a profilomon, vagy Youtube-on ott lesz a, 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 a leírásban a TikTok szerverem, vagy TikTok szerverem? A Discord szerverem, és akkor ott van külön egy szoba erre, ahol vannak térképek, és ott megtaláljátok a térképet, azon meg be vannak jelölve, hogy mit, hol, találtok. De lényeg a lényeg, elvezetlek titeket arra a helyre, ahol fejlődni érdemes, valamint ahol a boszt is találjátok, és útközben, hogyha belebukkanunk, vagy rábukkanunk egy-két dologra, akkor arról is itt magyarázok. elég egyszerű egyébként a lefele vezető út a, a bosshoz, szinte csak egyenesen kell menni, az elején bonyolultnak tűnhet, de amúgy alapvetően ez nem egy nagyon bonyolult pálya. Uh, szinte minden út a vezet, mondhatjuk így is, és itt van az első uh, metinkövünk, ezt még viszonylag könnyű kiütni, a másik fajtákat egy picivel nehezebb, és én át is változok, uh, mondjuk egy baby pauká, <coughs> és megmutatom, hogy uh, mire számítsatok. Tehát, hogy amikor elkezditek ezt kiütni, akkor nyilván jönnek ezek a kígyók. Itt az elején amúgy alapvetően nem is érdemes ezt lehalkítom itt hát az elején alapvetően nem is érdemes nagyon fejlődgetni, mert kicsik a kígyok, majd ott hátul jobban fogja adni, de az a lényeg, hogyha ezeket elkezditek kiütni, ezeket a metinköveket, és most nézem, hogy nem százszázalékos eséllyel, de az a lényeg ezeknek a metinköveknek, hogy dobni fognak nektek egy idő után, és mutatom is, hogy mit, ilyen kristály koponyákat. Ez lehet sárga, lehet kék, valamint lehet, milyen színű lehet még? Zöld. És úgy látom, hogy most-most bányát, azt nem fogok mutatni nektek, de igazából nem is nagyon kell rajta mit mutogatni, mert meg fog jelenni egy bánya, ez kb. 10 percre jelenik meg, úgy ahogy elmagyaráztam az elején, tehát szerver reszethez van beállítva, az a 10 perces megjelenése és az a lényeg, hogy akkor ott elkezdesz bányászni és összeszeded magadnak ezeket a magvakat, amit nálam például itt látsz és, és hát ez kell a fejlesztéshez. Ez már egy fokkal nehezebb metin kő, ezt egy picit nehezebben fogod tudni kiütni, maguk a ezek az állatkák, kígyókák annyira nem sebeznek nagyot, csak ebben, de ehhez azért már kell egy picit nagyobb erő, és nézem, hogy miket dobott, itt lehet-e látni koponyát, kuponya, valaki lát itt kuponyát, lehet, ő van, de lényegtelen is, higgyétek el nekem, ebből fog jönni számotokra a koponya, és váltsátok végig az összes CH-t, és egy helyen üssétek le az összes CH-n. <kül> Én úgy vagyok vele, hogy Elég sok időt kell itt eltölteni a barlangba a fejlődés miatt, annyira nem érdemes ezeket megvenni, mert amíg sétálsz befele, kiütögöd őket. Igazából a bányászat is meg lesz, azt is kibányászod, nem feltétlenül. Ha csak nem arra mész rá, hogy hirtelen meglegyen nagyon gyorsan a, a peted, akkor simán lesz időd arra, hogy ezt kibányázd, és megmutatom, hogy hogy is néz ki ez a bosszocska, ami dobja nekünk ezt a bizonyos tanúsítványt, fejlesztő tanúsítvány, és ennek a használatával sikerül ugye százszázalékosan a kis fejlesztése. Na hát itt is van egy kék pálma lelőhely, jó napot kívánok, valószínűleg most volt akkor való szerverresi, 19 óra 56 perc van most, most, úgyhogy mivel eddig nem nagyon találkoztunk ilyen bányákkal, úgy gondolom, hogy ezek most jelentek meg, és akkor 10 percen át lehet kb. ezeket farmolni. Uh, CH, ezek egy picit eltérőek lehetnek, lehet, hogy CH1-en megjelenik, megjelent például most ch 2 mit tudom én, egy perc múlva jelenik meg, érdemes végigmenni a CH-kon, hogyha esetleg kifarmoltatok egyet. Ugye három darab van a kis térképen, amit megtaláltak a Discord szerveremen, azon be van jelölve igazából minden. Igen, és akkor megyünk tovább itt, és már itt is vagyunk a bossnak a helyén. Már csak egy termet kell tovább menni, és igazából ez is a legjobb fejlődős hely. Tehát itt van egy, egy, egy sáv, ahol érdemes fejlődni. Úgy látom, hogy itt vannak is, úgyhogy gyorsan átmegyünk egy másik CH-ra. Gyors CH-val átlopakodunk a CH5-re. Tehát itt érdemes elkezdeni, itt is van, látjátok egy bánya. Na már most, és akkor itt vagyunk, a másik ch és az a lényege ennek a, a résznek, hogy itt tudsz elkezdeni igazán fejlődni. Tehát itt van egy terem, itt lesz egy másik Köszönöm terem. Köszönöm szépen a rózsát, Krisz és itt van a harmadik terem, ahol szokott lenni a boss, és itt is van a trópusi királykobra. Na már most ezt a kobrát, rel, hát nem tudom, elég nagyokat damage de relatíve könnyű megölni. Most, mint látjátok, nincs fenn nekem a, a, az aura, de meg, megbirkózunk az évele szerintem. Az instant csapott rám egy olyat, hogy lement a fél HP-m, csak szólok, és de azért mi is azért visszük az életét rendesen. Látjátok? 275-ös, közel egy millát így rá, és ez, itt van a fejlesztő tanúsítvány. Most vagyunk hatnál nál felveszem és 7 lett belőle. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni ezt, ezt a pályát, és akkor mondom, ez az a rész, ahol érdemes fejlődgetni. Úgyhogy nagyjából ennyi látszok. Azt hiszem ezzel kimerítettük ezt az egész trópusi barlangot. Tehát az a lényeg ennek a pályának, megszeded magadat itt az összes fejlesztővel, ami kell a petednek a fejlesztéséhez, kimész, lefejleszted a petet, visszajössz, megint kimész, visszajössz, ezt meg kell csinálnod 20-szor, meg közben felfejlődsz itt 275-ösre, azt hiszem, ugye? 275-ösre. Úgyhogy ennyi lenne ez a pája.